itt ülünk Kovival és Michel Vajdal a Lux videónak a standján. Ugye Kovi, te fedezted fel Michelt, hány éve is történt ez? Bő másfél éve mutatta be nekem egy modellügynök Michelt, és én akkor azt mondtam, hogy ez a lány kell nekem. Korábban te mivel foglalkoztál? Korábban striptease táncos voltam, annak előtte pedig egy szextelefonos cégnél dolgoztam, tehát igazából normális munkahelyem még nem nagyon volt, 3 napig voltam virágkötő. Ezt nem tartod normális munkának? Nem tudom, hát nem. És örülök is neki, hogy nincs normális munkám. Azt hiszem, nagyon unalmas lenne az életem, és attól félek. Eddig körülbelül hány produkcióban dolgozhatok együtt? Mennyi lehet? 25, 28 körül? Hát nem nagyon... Voltunk még együtt. Ja, úgy nem. Együtt még nem, de nem is ez volt a kérdés, hanem az, hogy hány produkcióban dolgoztunk együtt. Nem igazán számolja az ember, főleg úgy, amikor sokat dolgozunk együtt, összefolynak a napok, illetve szóval összefolynak a produkciók. És mindig a legutolsó a legkedvesebb. És mindig a legutolsó, igen. Most a Michel és Szanda című filmünk a kedvenc, a favorit. Sztárok jönnek, mennek, lehet, hogy szentségtörésnek hat ez a kérdés, de mi lesz, hogyha jön egy új sztár, akkor Michel el lesz felejtve? Nem, Michel nem lesz elfelejtve. Mi minket egy nagy arénába. De hogy is, ez butaság. Michel nem lesz elfelejtve. Michel nem lehet elfelejteni, Michel nem. De Michel nem olyan, mint a többi lány. Michel más. Michel nekem, hát most mondjam, aztán a lányom is lehetne. Szóval... Hát most mit tesz az apukámra? Na, de szóval... És a kapcsolat is ilyen közöttetek? Már... Tehát, mint hogyha az apukád úgy viszonyulsz hozzá? Igen, mert folyamatosan terelget jó tanácsokkal. Igazából tényleg több, mint menedzser. Tehát személyes dolgaimról is. De nekem más a Michel, mint egy egyszerű... Természetesen más, mint egy egyszerű olyan lány, akivel forgatok, dolgozom, legközelebb talán találkozunk egy másik produkcióban, talán nem. Az más, mint egy sztár. Dolgoztam már egy pár sztárral, a Michel akkor ő hozzájuk képes is teljesen más. Számomra is az volt a legmeglepőbb tavaly, amikor először beszélgettünk, hogy én már beszélgettem néhány olyan lányal, aki ebben a szakmában van, és nem akarom nevesíteni őket, de nálad azzal találkoztam, hogy nagyon kedves vagy, értelmes vagy, vannak saját önálló gondolataid. Későbbiek során, amikor már nem ezt fogod csinálni, akkor mivel fogsz foglalkozni? Hát öregen lehet, hogy a szakma szóvivője leszek. De hát miért nem mondod el, amit nekem szoktál, hogy úgy is kitúrlak egyszer, Kovi? Igen, megpróbálom a Kovit kitúrni a szakmával, hogyha egy lehetőségem lesz rá, biztos, hogy kipróbálom a rendezést. Szerintem, hogyha az alkati arányokat nézzük, akkor ebbe a túrásba a Kovi nyerne. Hát. Ő a nagyobb vakond. Ki tudja, mit hoz a jövő. További terveitek, tehát hogy most milyen produkcióra készültök, milyen filmmel készültök legközelebb? Hát az egészen közeli tervünk az, hogy szinte, nem mondhatom azt szó szerint, inkább kis túlzással, hogy Michel az erotika kiállításról egyből megy ki a reptérre, és utazik Barcelonába, hiszen az ottani kiállításnak is sztár vendége. Az egyik cég, külföldi cég meghívta őt háziasszonynak és sztár vendégnek, több más lány mellett. Utána hazajövünk és forgatunk itthon egy filmet október közepén, majd október végén irány a berlini kiállítás, ahol szintén a Michel sztár vendég lesz. Magánéletedről szoktál egyébként beszélni? Hát igazából felszínesen, de csak dicsérni tudom, mert nagyon rendben tartja a lelki világomat, és ezzel nagyon sokat segít a munkámban. Úgyhogy egy óriási, nagyon-nagyon szerencsés embernek érzem magam. Egy óriási szerencse, hogy... Merre jártál már eddig a világban? Tehát gondolom sok felé megfordultál. Hát igen. Mondjuk az első az Cannes volt, Franciaországban. Aztán Berlinben jártunk, Brüsszelben jártunk, Münchenben, Párizsban. Zürichben, Görögországban. Horvátországban. Ott nem voltam. Ott csak mi forgattunk, de a Michel megbetegedett tényleg, és nem tudott jönni. Amszterdamban is voltunk átutazóban, nekem nagyon tetszett a hely. Olyan nyugodtak az emberek, hogy hihetetlen. Egyensúlyozottak. Igen. Eddig csupa jó dolgot mondhatok mind a ketten. Tudtok egyáltalán rosszat mondani erről az életről, erről a
szakmáról, erről a dologról? Hát igen, amikor csak a pénz mozgatja az embereket, az nagyon rossz. Tehát amikor úgy megy oda egy lány, hogy persze megcsinálok minden extra, csak jó sok pénzzel menjek haza, és közben egy darab hús az egész ember. És fizessetek ki, és szevasz. Ezt nem, úgy nem lehet jól csinálni. Úgy lehet jól csinálni, ahogy a Michel csinálja. De hogy mondjak a Michelről egy rosszat? Na. Mindig késik. Mennyit? Sokat. Amióta az eszemet tudom. Mindig késik, és mindig veszek meg vele. Misi, hát. 8 éves korom óta. De erre nagyon egyszerű a megoldás, hogyha valahova 9-re kéne odaérni, te odahívod 8-ra, akkor késhet egy órát. Ezt csinálom, csak már kitanulta, úgyhogy ahhoz képest is tudja.